Vajon milyen érzés meghalni? Ez a kérdés nagyon régóta foglalkoztatja az emberiséget, a tudósok pedig egyre jobban megismerik, hogy mégis mi történik az emberrel, mielőtt meghal. Egy friss kutatás során a tudósok a haldoklók agyát és a testi funkcióit vizsgálták, így 5 különböző fázist különítettek el. Az első fázis a relaxáció. A nyugati civilizációkban a legtöbb ember kórházakban hal meg, ahol a halál első jele az étvágytalanság és a szomjúság teljes hiánya. Ezt a tudósok szakszóval aktív haldoklásnak nevezik, és azért nem éhes vagy szomjas a haldokló, mert teljes relaxációt érez. Ezért csak néhány kanál ételt és kevés vizet képes elfogyasztani. A második fázis az extrém fáradtság és az eszméletvesztés. Az emberek 72%-a ebben a fázisban halál előtti álmokról beszélt, többen azt mondták, hogy találkoztak egy rég elhunyt rokonukkal. 59% arról beszélt, hogy valahová utazni készültek. 29% pedig a múlt fontos eseményeit élte újra, ugye erre mondják azt, hogy lepörgött előtte az élete. Ezek az álmok azért történnek, mert tényleg alszol, de az eszméleted is elvesztett közben néha. Ezért tehát, ha próbálnak, sem tudnak felkelteni ilyenkor. A haldoklónak ez olyan érzés, mint amikor egy influenza miatt gyenge, és nem tud kikelni az ágyból. Azonban ha haldokolsz, akkor az alvás már nem pihentet, a fáradtság pedig állandó. A harmadik fázis, amikor úgymond meglátod a fényt az alagút végén. Ebben a fázisban már nem ver olyan erősen a szíved, a vérnyomásod alacsony, és a szerveid, beleértve az agyadat is, kevésbé funkcionál. Olyan, mint amikor a telefonod alacsony töltöttségű módban van. Ilyenkor azonban a látással kapcsolatos agyi funkciók felerősödnek, ezért is mondják azt sokan, hogy fényt látnak, amikor halálközeli élményben van részük. A negyedik fázis a szaggatott légzés. A légzés folytatódik ugyanúgy, mint normál esetben, de az emberek ilyenkor már nem tudják kontrollálni a szájukban és a torkukban lévő nyálat, ami így összegyűlik. Ez pedig kifejezetten hangos légzéshez vezet, ami sokakat megriaszt, mert olyan, mintha fuldokolna a haldokló, de ez nem így van. Épp ellenkezőleg, mert a haldokló nem érez semmi rosszat ilyenkor. Ez azért történik, mert fiziológiailag teljesen nyugodt állapotban van. Az ötödik és egyben utolsó fázis az agyheves aktivitása. Egy kutatás 567 haldoklót vizsgált, amely során igen sokan érezték azt, hogy a lelkük elhagyja a testüket, mivel az agyuk kiemelkedően aktív volt. Ilyenkor nem éreztek fájdalmat, és szinte külső szemlélőként tekintettek a dolgokra. Ez a jelenség az emlékekre is hatással van, így a haldokló eszébe juthatnak rég elfeledett, tudatalatti memóriafoszlányok. Ezek a halált megelőző furcsa tapasztalások azonban egyáltalán nem hasonlíthatóak a hallucinációkhoz, a különböző illúziókhoz, vagy pedig az egyszerű álmokhoz. Szóval mondhatjuk, hogy tudományos szempontból nagyon izgalmas dolgok történnek velünk, mielőtt végleg elhagyjuk e világot. Végezetül pedig kíváncsi lennék arra is, hogy ti mit gondoltok? Vajon van élet a halál után? Írjátok meg kommentben! Én köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!